Brieska Mónika dietetikus a vendégem, Isten hozott a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Étkezés hogyan befolyásolja? Hát az, hogy az egészségi állapotunkat, azt tudjuk, lehet árthatunk magunknak rendesen, és hát javíthatunk is. Talán mielőtt rátérnénk a témánkra, az méghozzá a daganatos betegségek és a táplálkozás összefüggése, úgy általában is mi az, amivel nagyon rontunk a saját helyzetünkön, és mi az, amit érdemes megtenni? Hát összességében talán amit a legkönnyebb kiragadni és rontunk vele, az sokszor az, hogy nagyon beszűkül a nyersanyag válogatásunk. Ennek nagyon sok oka lehet, akár sajnos a krónikus diétázások, folyamatos testtömegváltoztatási próbálkozások is jellemzően ezt az eredményt hozzák, és mivel azért az étkezésünk jelentős mértékben ugye tápanyagokat ad számunkra, hogyha nem lesz elég színes, nem lesz elég változatos a nyersanyag válogatásunk, akkor ugye nem tudunk egy csomó mindent megadni a szervezetünknek. Tehát, ha fölülünk nagyon egy-egy divatnak, olvasuk az interneten, igen, hogy na, ezen a módon XY 5 nap alatt 20 kilót fogyott, tehát akkor ne üljünk fel az ilyeneknek. Nem, semmiképpen. Ugye? Érdemes hiteles forrásokból tájékozódni. Mert ez valószínűleg is elég gyakran előfordul. Ugye? Sajnos nagyon, szinte alig találkozni olyannal, aki legalább egy-két alkalommal ne futott volna bele egy szuperkúrába. Igen, és akkor igen, csak nem tudom, mit kell enni, és akkor az félrevisz. De a másik, amit mondjuk egy elég könnyű, még ilyen nagyon laikusnak, mint én vagyok, belátni, hogy egyszerűen a mennyiséggel is lehet rontani a helyzeten. Vagy azért, hogy koplaltatjuk magunkat. Vagy hát a végletes. Igen. Ugye? Az nem jó. Fordulnak-e szakemberhez az emberek akkor is, amikor még minden rendben van? Tehát megelőzés céljából. Jellemzően most már azért tapasztaljuk azt, hogy időben is azért elég sokan fordulnak megfelelő szakemberhez, dietetikushoz, és ugye esetleg az egyéb egészségügyi szakemberekhez is, és ami így külön öröm számomra, hogy sokszor férfiak is. Tehát most már nem csak a nőkre jellemző az, hogy akkor most így foglalkozunk azzal, hogy mit tegyünk, hogy együnk, és prevenció, primer prevenció, hanem tényleg, tehát akár fiatal férfiak is jönnek, szeretnék átbeszélni, hogy mit, hogy lehetne tenni az egészségükért hosszú távon, és milyen irányba induljanak, így egyénre szabottam. Most ez a járványos, egyáltalán, hogy kitört a járvány, ez most a szakemberek malmára hajtotta talán a vizet olyan szempontból, hogy sokan tudatára ébredtek, hogy az immunrendszerünk erősítése az mennyire fontos, és azt azért ritkán tudjuk magunktól kitalálni, hogy azt hogyan tegyük. Tehát akkor talán még nagyobb volt az érdeklődés? Volt valamelyes, bár sokszor ennek az az ijegység volt ugye az oka, hogy felmérések alapján elég sok testtömeggyarapodás volt megfigyelhető ugye a karantén időszakban, hiszen akár testmozgás beszűkült, akár ugye jellemzően, amivel sokszor küzdenünk el, egy érzelmi evés is ott lehetett ugye akár a mennyiség növekedésében, és ilyen esetben akár a nyersanyagválogatás szűkülése szempontjából is, és akkor, hogy ezzel kezdjünk valamit. És azért nagyon sokszor ilyen esetben jelentős mértékben a szakemberek próbálnak, ahogy én is, abba az irányba tologatni ilyenkor az embereket, hogy oké, lehet, hogy ez volt, ami miatt mi most ide kerültünk, hogy beszélgetünk egymással, de azért inkább próbáljon meg az egészségvédelem felé a figyelmünket terelni, mert azért hosszú távon annak sokkal nagyobb eredményei lesznek, és tényleg sokkal nagyobb mértékben életminőséget, bármit befolyásolhat. És akkor most, hogyha a daganatos betegségekre gondolunk, és a táplálkozásra, az is prevenció, ugye? Tehát nem arról van szó, hogyha valamit eszem, vagy valamit nem eszem, akkor egy pillanat alatt eltűnik a daganat, hogyha éppen rákos betegséggel küzdenék. Pontosan. Egyrészt nagyon fontos azért már így az elején kiemelni, hogy ugye csak és kizárólag a táplálkozással nem tudunk minden daganatos betegséget 100%-ig megelőzni, sőt, ha mindenre odafigyelünk és mindent tökéletesen csinálunk, amit módunkban van befolyásolni, úgy akkor sem tudjuk teljesen a rizikót csökkenteni, de azért jelentős mértékben van a kezünkben lehetőség, hogy tegyünk a saját egészségünkért. Ezt csak azért emeltem ki, hogy ugye ne legyen az, hogy bárkinek, akinél kialakul egy daganatos megbetegedés,
negatív érzései lesznek, hogy mit rontottam, igen, mit rontottam el, hogy nem. Tehát van, hogy tényleg mindent jól csinál az ember, és benne van ez a pakliban, de azért főképp, ami daganatos megbetegedéseknél ugye elég jelentősen életmódbeli tényezőkkel, táplálkozással bele tudunk nyúlni, az ugye jellemzően, hogy vastagbéldaganatok, végbéldaganatok, ami sajnos elég gyakoriak is. A világon körülbelül a harmadik leggyakoribb ráktípus, és ez abból a szempontból pozitívum, hogy ezeknél tényleg van lehetőségünk egy csomó mindent nekünk is megtenni, hogy csökkentsük ennek a kialakulását. És igen, na többek és között ugye az étkezés, igen, az étrend is ide tartozik, és amúgy ez is nagyon jó, hogy szóba került, hogy ha már kialakult ugye ez a megbetegedés, akkor sincs az, hogy most akkor étrenddel nem kell foglalkozni, ha eddig foglalkoztunk, vagy ha eddig se foglalkoztunk, akkor ezután sem kell, hanem nagyon fontos, hogy az onkológiai terápiáknak az egyik fontos összetevője a táplálás terápia, az étrendi terápia, aminek azért nem mindig van megfelelő hangsúlya így a kezelések során, úgyhogy ezért is alakult többek között a Van Holnap Alapítvány, ezért terjesztettük ki az összes daganat típusra a táplálásterápiás ellátásunkat, én dietetikusként ezzel az alapítvánnyal is együtt dolgozom, és többek között térítésmentesen egyéni dietetikai tanácsadásokat biztosítunk, akár online, akár személyesen is, plusz mindenféle programokat szervezünk, ilyen kemotréninget, amikor a kemoterápia alatti betegeknek segítünk, hogy akár mellékhatás csökkentésben, a szervezet megfelelő felépítésében mit tudunk tenni, a nyersanyagválogatás, ételkészítés, tehát bármilyen táplálással kapcsolatban. És ezen kívül például hormongátló terápia során is szervezünk életmódváltó programokat, hogy ott is picit bele tudjunk nyúlni abba, hogy mit tegyenek a betegek, hova nyúljanak, hiszen azért jelentősen, rettenetesen sok nem hiteles információba futni, főleg ilyenkor bele, és azért nagyon jó, hogy így van lehetőségünk ezt tisztázni. Tudom, hogy a legjobb, hogyha az ember a személyes problémájával, vagy kérdéseivel személyesen, vagy telefonon akár, hogy ez igen, nagyon jó, most a vírushelyzet miatt lehet így interneten is, vagy valahogy fölvenni szakemberekkel a kapcsolatot. És akkor tudnak személyre, hogy minden eset más, minden ember más. De ha így nagyon fő vonalakban két fő irányt, hogyha akkor áttekintenék, az egyik a megelőzés, a másik pedig akkor már a helyes táplálkozás, ha már daganatos betegséggel szembesült valaki. Mi az, amit általában el lehet mondani, csak úgy nagy vonalakban, mert nincs mondjuk részletekben menni, meg nem is érdemes, de mire figyeljen az, aki legalább azt, hogy elmondhassa majd, hogy még ha beteg is lesz, én a magam részéről legalább megtettem mindent. Igen. Szerencsére azért nagyon sok ilyen van, és ami megnyugtató lehet, hogy ezek nem ilyen csoda dolgok, nem ilyen nagyon különleges dolgok, tehát tényleg a gyakorlatban könnyen kivitelezhető, pici apróságokkal is nagyon sokat tudunk tenni. Ilyen például egyrészt, hogyha megelőzésbe gondolkodunk, akkor daganatos betegségeknél beszélhetünk kockázati tényezőkről és védő tényezőkről, amikre ugye érdemes odafigyelni. Jellemzően kockázati tényező lehet, rizikó növelő lehet, főképp ugye, hogyha vastagbél, végbél daganatokról beszélünk akár, hogy elég magas sajnos a zsiradék bevitelünk jellemzően, ezzel így nehezen tudunk mit kezdeni, sokszor észre se vesszük. És amit például ilyen esetben csökkenteni érdemes, az főleg egyrészt az össz zsiradék bevitel, de azon belül az állati eredetű zsiradékok, a telített zsírsavakat tartalmazó zsiradékok, hiszen ezek jelentős mértékben akár a bélflórára is hatással lehetnek, ami akár a bélrendszerben, de az egész szervezetben is hatással lehet az immunfunkcióinkra, ezen kívül gyulladásos folyamatokra is mind-mind hatással lehet, tehát ezt, ha picit tudjuk csökkenteni, már tettünk valamit, és amúgy ezt nagyon könnyű úgy csökkenteni, ha nem arra figyelünk, hogy kiveszünk dolgokat, hanem hogy mit tehetünk még be az étrendbe a változatosságért. Tehát, hogy mondjuk picit másképp válogatunk az állati eredetű termékekből, de mellé beteszünk egy csomó növényi eredetű terméket is színesen változatosan, és ez lesz majd az egyik védő funkció pluszba. Ezen kívül, amikre még érdemes odafigyelni, hogy ne vigyük túlzásba, akár a
húsfélék, de főleg akár a vörös húsok fogyasztását, ami itt sem egy tiltás, hogy akkor most innentől kezdve soha senki nem is félni kell tőle. Egyáltalán nem. Ez nagyjából annyit jelent, hogy egy vörös hús fogyasztásnál is érdemes arra odafigyelni, hogy kövessük a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által elkészített okos tányérajánlást, ami az egészséges táplálkozás irányelveit szépen, elég gyakorlatilasan elmondja nekünk, és itt is megvan például szabva, hogy milyen legyen a heti vörös hús fogyasztás maximum. Ezzel is már tudunk tenni az egészségért, de ilyen kockázati tényező lehet ezen felül, akár az is, hogyha túl alacsony lesz egy káliumbevitel, egy szelénbevitel, tehát jellemzően vitaminok, ásványi anyagok, és sajnos itt is, vagy nem sajnos, vissza tudok arra csatolni, hogyha vegyesen változatosan eszünk, ez is megvan. Tehát nagyjából ezért mondtam a legelején, hogy ez az egyik legfontosabb, mert szinte mindennel ide tudunk visszajutni, hogy ezeket mind-mind tudjuk biztosítani, hogyha minél több mindent teszünk be az étrendbe. Ez ugye nem azt jelenti, hogy akkor én most minél többféleképpen elkészített, nem tudom, salátát teszek csak bele, nem, mert legyen ott a húsfélék is, a gabonaipari termékek, a tejtermékek, akár tehát mindenféle, tehát így értem a színességet, és ezen kívül védőtényezők nagyon fontos, és az egyik talán könnyen kivitelezhető, mert könnyű lekövetni, hogy minél magasabb legyen az élelmi rostbevitel, amiket tudunk zöldségekkel, gyümölcsökkel biztosítani, teljes értékű gabonaipari termékekkel biztosítani, ezek a teljes kiörlésű termékek például. Ennél az ajánlás azt jelenti, hogy kb. 500 g zöldség plusz gyümölcs az naponta azért fogyjon el. Mindenképpen minél színesebben akár érdemes a keresztes virágúakat, ezek jellemzően az káposztafélék például, minél színesebben beiktatni, mert ezek jelentősen, bizonyítottan védhetnek például a daganatos betegségek kialakulásában. Ami a vitaminokat illeti, sokan mondják, hogy jó, hát könnyű egy-egy vitamint bekapni. Igen, ez egy nagyon jó felvetés. Érdemes kiemelni, hogy a kutatások alapján egyelőre arra jutottunk, hogy vitaminok szempontjából, hogyha ezek étrend kiegészítő pótlással vannak, akkor nem tudjuk ugyanazt a preventív hatást elérni, mint hogyha természetes formában próbáljuk minél változatosabban bevinni. Itt kivétel lehet a D-vitamin például, aminek ugyancsak főleg vastagbélrák esetén bizonyítottak preventív hatást. D-vitamint ugye elég nehéz csak étrendi forrásokból bevinni a megfelelő mennyiségben. Itt ajánlott lehet az étrend kiegészítő pótlás, de egyéb esetekben azért törekedni kell arra, hogy ezt természetes formákból bevigyük. És akkor a másik ága ugye azoknak, akik azt tapasztalják, hogy vagy diagnosztizálnak a daganatos betegséget, és hogy akkor hogyan kell okosan táplálkozniuk? Itt az egyik leggyakoribb probléma az, hogy nagyon sokszor abba kapaszkodnak érthetően, hiszen ez ugye egy félelmetes állapot lehet, az ember ilyenkor mindent megpróbál megtenni, hiszen sokszor elfelejtjük, hogy ez azért pszichésen is nagyon megterhelő ilyenkor. És ugye természetesen az ember mindenbe belekap, hogy el tudja érni azt az eredményt, amit szeretne, és nagyon sokszor ezért a különböző forrásokból oda jutnak, hogy minél szélsőségesebb legyen egy étrend. Különböző megszorító diéták, nagyon sok mindent kiszednek belőle. Ennek akár az is lehet a vége, hogy már gyümölcsöt sem mer enni valaki, mert hogy abban is szénhidrát van, és akkor mindennek vége. Igen, és csak káposztalét 40 napon keresztül. Így van, és ami nagyon fontos, hogy van nekünk egy európai ajánlásunk daganatos betegek táplálás terápiájával kapcsolatban, amit 2020-ban újraértékeltek az új kutatási eredmények alapján, és még mindig az az álláspont, hogy nem ajánlanak semmilyen szélsőséges diétát, hanem törekedni kell egy vegyes, változatos, kiegyensúlyozott étrendre, tehát itt is minden esetben az egészséges táplálkozás irányelveiből indulunk ki, és innen változtatunk. Ha van társbetegség, akkor ott mikre kell esetleg odafigyelni. Hogyha bármilyen egyéni panasz van esetleg, érzékenység, akkor ott mire kell figyelni. Vagy ezen kívül
akár, hogyha mellékhatások fellépnek a kezelések során, akkor ott milyen pici változtatások vannak, amikkel ezt tudjuk segíteni. Igen, most talán érdemes így zárásul, mert én azért arra gondolok, hogy nagyon jó, sok jó szempontot kaptunk, amit holnap, mától, ma estétől, vagy amit hazamegyek, már figyelhetek rá, de a legjobb azért, ha mindenki a saját személyes helyzetével, egészségi állapotával kapcsolatos kérdéseit, meg a, tehát ugye, mert egyéni, fölteszi a szakembereknek, és most annyi, az egészségügy annyi energiáját leköti, most sajnos újból egyre növekvő számú koronavírusos betegellátása, hogy talán tényleg nem könnyű most éppen egy ilyen mellékes dologgal, hogy hogyan előzzem meg. Tehát egy diét, ugye most idézőjelben ugye mindenki értette, hogy ez nagyon nem mellékes, de zavarni a szakembereket. De amit mondtál, hogy nálatok az alapítványt most ingyen telefonon is, vagy interneten is meg lehet szólítani. Ezért talán, ha megismételnéd, hogy a keresőbe mit írjon be az, aki szeretne konzultálni? Egyrészt Facebookon is elérhető az alapítvány, a Van Holnap alapítvány néven, másrészt pedig a vanholnap.eu honlap címen is. Egyrészt a központról sok mindent meg lehet találni, azt is, hogy személyes ellátás hol van, online ellátás, telefonos ellátás, hogy mint van. Itt be lehet jelentkezni az ellátásokra, információt találni arról is, hogy mikor vannak a különböző programok, és nagyon sok tájékoztató videónk is fönt van. Tévhitekről, csodaszerekről, általános tudnivalókról, amiket, hogyha az ember még esetleg nem határozta el magát, hogy jó, akkor most elmegyek és beszélgetek én konkrétan szemtől szembe egy szakemberre, akkor is azért egy kiindulási alapnak ezek is nagyon jók lehetnek. Monika, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen.